Állítható magasságú kosárpalánk és felújított öltözők várják a gyerekeket a Bársony János általános iskolában. A gyerekek profikkal avatták fel az új eszközt. A kicsik mostantól nagyobb figyelmet kapnak a labdajáték mestereitől, ugyanis a MEAFC bázisiskolája lett az intézmény. Utolsó 10 az marad a pályán. Fogócska MEAFC módra. Az egyetemi kosárcsapat játékosai mutatták be tudásukat és játszottak a gyerekekkel. Az iskola új kosárpalánkját avatták fel. Az iskolának van egészségnevelési programja is, és azt tudjuk nagyon jól, hogy a gyerekek ma mivel küzdenek, tehát a számítógép, az elhízás, és emellett nem csak azt szeretnénk biztosítani számukra, hogy a heti öttes nevelés órán mozogjanak, hanem a délutáni időszakban is. Az iskolában 450 kisdiák tölti mindennapjait. Az új sporteszköz segítségével pedig specializálódhatnak is a kosárlabda irányába. Az egyetemi kosárcsapat bázisiskoláinak köre bővült most a Bársony János iskolával. Az egyetemi klub szakosztályai közül a kosárlabda legnagyobb, illetve legeredményesebb. Fiú szakággal foglalkozunk, összesen 23 csapatunk van, és az utánpótlásban 236 versenyengedéllyel rendelkező sportolónk. A nagyok megmutatták a gyerekeknek, hogy mi mindent tanulhatnak meg az egyik legnépszerűbb labdajátékban. A MEAFC toborzóján pedig már példaképeket is találtak a kicsik. A gyerekek nagyon szeretnek sportolni itt a Bársony suliban is, és az, hogy megteremtsük a feltételeket hozzá, ez nekünk a feladatunk, a mi felelősségünk felnőtteké. Összességében egy 2,5 millió forintos beruházásról beszélhetünk, 1,5 millió forintba került az új palánkoknak a beszerzése, illetőleg 1 millió forint került a 1 millió forintba került az öltözőnek a felújítása. A fejlesztés igazi összefogás eredményeként jöhetett létre. A forrást a MEAFC finanszírozta 70%-ban. Az önkormányzat vállalta a további 30%-ot, a tankerület pedig 1 millió forinttal támogatta a fejlesztést.